Sziasztok, én Bence vagyok, ti pedig a webserver.hu egy újabb tutorial videóját látjátok, melyben azt fogjuk megnézni, hogy miként tehetjük biztonságossá WordPress oldalunkat. Ehhez 10 tippet fogunk megnézni, vágjunk is bele! Az első és igen fontos lépés, hogy ne használjuk az alapértelmezett adminisztrátor felhasználót, mégpedig az admint. WordPress telepítésnél alapból egy admin nevű felhasználót akar nekünk létrehozni, ne engedjük neki, hiszen aki fel akarja törni az oldalunkat, az pontosan tudja, hogy az admin lesz a legvalószínűbb, amivel el kell kezdenie próbálkozni, hiszen ez az alapértelmezett user. Ha a felhasználók menüben az admint látjátok, akkor az nem jó, helyette létre kell hozni egy új felhasználót, beállítani a szerepkörének, hogy adminisztrátor, a régit pedig visszaállítani, egyszerű mezei felhasználóvá és kitörölni. Ezzel tettünk egy lépést a biztonságosság érdekében. Második lépésben fontos, hogy minél kevesebb plugint próbáljatok meg használni. Ezt a bővítmények menüben láthatjuk. Ők ugye a telepített kiegészítők a WordPresshez. Nagyon fontos tudni, hogy a WordPress feltörések döntő többsége nem azért születik, illetve nem azért valósul meg, mert nem biztonságos a szerver, vagy pedig maga a WordPress nem lenne biztonságos, hanem a legtöbbször valamilyen népszerű pluginnak használják ki a biztonsági réseit. Ez ugye azt jelenti, hogy minél több pluginunk van telepítve, annál nagyobb a kockázat annak, hogy egy biztonsági rés található a rendszerünkben, éppen ezért ne használjunk túl sok plugint, illetve csak azokat használjuk, amire tényleg szükségünk van. Amiről úgy érzitek, hogy nem feltétlenül van szükségetek, vagy pedig mondjuk egy egyszerű template szerkesztéssel megoldható, azt kapcsoljátok ki, sőt az a legjobb, hogyha kitöltitek, hiszen ezzel végleg eltakarítható a rendszerből, már is sokkal kevesebb felületet adunk támadásokra. Harmadik és fontos megoldás egy Login Lockdown nevű plugin telepítése. Ez ugye arra lesz jó, hogy korlátozza a belépési próbálkozások számát. Alapértelmezés szerint a WordPress bármennyi próbálkozást enged a belépésre, ezt viszont be tudjuk korlátozni. Telepíteni egyszerűen a bővítmények, új hozzáadása, Login Lockdown, keresés, találat, telepítés. Bővítmény bekapcsolása. Bekapcsolás után a beállításokban fog megjelenni egy új felület. Login Lockdown néven. Itt beállíthatjuk, hogy mennyi próbálkozást enged, mennyi időn belül, és hogyha ez az idő alatt nem sikerül belépni, akkor mennyi időre tilt ki. Tehát az alapbeállítás szerint 5 percen belül, hogyha valaki háromszor rossz jelszóval próbál meg belépni, akkor egy órára kitiltja a rendszer. Ezzel ugye jelentősen lehet növelni annak az idejét, míg egy-egy felhasználót fel tudna valaki törni pusztán próbálgatás segítségével, érdemes tehát használni. Fontos lehet beállítani az utolsó lehetőségben, ez a Must Login Errors. Ez arról szól, hogy alapban a WordPress-ben, amikor megpróbálunk belépni, akkor nem azt mondja, hogy hibás felhasználói név vagy jelszó, hanem sajnos azt is közölni fogja, hogy a felhasználói név vagy pedig a jelszó hibás, esetleg mind a kettő. Ez ugye megint nem jó, mert ezzel ugye azt megtudja a támadó, hogy igen, van ilyen felhasználó a rendszerben, szóval érdemes tovább próbálkoznia. Még hogyha azt a lehetőséget bekapcsoljuk a beállításoknál, Login Lockdown alatt, akkor el fogja rejteni és nem fogja megmondani, hogy mi volt a hibás a belépés. A negyedik fontos tipp, hogy ne használjunk a WP prefixet az adatbázisnál. WordPress telepítésénél megkérdezi, hogy mi legyen a táblák prefixe. Ez gyakorlatilag egy előttagot jelent minden adatbázis tábla előtt, tehát mondjuk a Users táblának az lesz a neve, hogy WP Users, és ebből a WP a prefix.
Alapértelmezés szerint ezt a VP-t fogja felajánlani, érdemes nem ezt használni, éppen amiatt, mivel mindenki tudja, hogy az adatbázis táblák elé a WordPress alapból ezt szeretné rakni, tehát ez lesz az első, amivel próbálkozni fognak, hogyha az adatbázisunkat szeretnék megtörni. Fontos tehát, hogy ezt ne használjuk. Ezt a módosítást úgy tudjuk a legegyszerűbben elvégezni, hogyha VP Security Scan nevű plugin-t telepítjük magunknak, mégpedig bővítmények, új hozzáadása, VP Security Scan, bővítmény keresése, telepítés most. Igen, telepítjük, bővítmény bekapcsolása. Megjelent egy ilyen VSD Security nevű rész. Nekünk most ebből az átnevezés kell, szóval database. És itt látható a mostani prefix, ezt eltírhatjuk mondjuk új prefixre. Írja, kész is elvégezte a módosításokat, innen talált van nevezve az adatbázis. Ez a VSD Security plugin, ez amúgy mindenféle biztonsági tippet ad, érdemes végignyálazni, megnézni, hogy miket szeretne nekünk mondani, hiszen csupa hasznos dolgot fog velünk közölni, igazság szerint a elég sok biztonsági szempontból elvizsgálja oldalunkat és megpróbál tippeket mondani nekünk megoldással kapcsolatban. Ötödik tipp, az a frissítés. Nagyon fontos, hogy frissítsünk. Nem véletlenül jönnek ki a frissítések se a pluginokhoz, se pedig magához a WordPresshez. Azon túl, hogy kapunk rengeteg új funkciót, mind a kiegészítőkben, mind pedig az alaprendszerben, ezek nagyon-nagyon-nagyon sok biztonsági részt is javítanak. Éppen ezért ne hagyjuk figyelmünk kívül az oldal tetején megjelenő hasonló üzeneteket, illetve a bővítményeknél is figyeljünk oda, hogy melyik bővítményből van új verzió, és használjuk a egykattintásos frissítési lehetőséget, hiszen rengeteg fejfájástól óvhatjuk meg magunkat, hogyha folyamatosan a legfrissebb rendszert használjuk. Ismét csak az All-in-One SEO Pack-ben megjelent régi hibát tudom kiemelni, amikor ugye az oldalomba bele tudtak írni ennek a packnek a egyik hibájából kifolyólag, viszont mivel ezt már kijavították, ezért most már csak azokat fenyegetik, akiknek régi verziójú pluginjuk van. Érdemes tehát mindig frissen tartani a rendszert. Ahogy írja, a frissítés pár kattintással, ez igazából egyszerű, mert rákattintunk, frissítés most. Tudom mindenkinek ajánlani a Secure WordPress nevű plugint, mely a WordPressben legjellemzőbb biztonsági hibákat foltozza be egyszerűen és gyorsan. Ezre elkerestem a bővítmények között telepítés, oké. Okay. Telepíti, és ezután a beállításokban fog megjelenni. Telepítette is, a bővítményt most bekapcsolom, és a beállítások között meg is jelent. Rákattintok. Meg is jelent a felületem, a legtöbb alapvető WordPress hiányosságra, illetve hibára próbál meg nekünk valamilyen megoldást nyújtani. Az alapbeállítás az amúgy teljesen jó, olyan dolgokat tartalmaz, mint hogy elrejtse a WordPressnek a verzióját, amit ugye érdemes elrejteni, hiszen senkinek semmi köze hozzá, hogy mi milyen WordPress-t használunk, illetve megkönnyíti a támadók dolgát, hogyha ezt közöljük. Elrejtse a stíluslapokból, kivegye ezt a verziót, frissítési lehetőséget elvegye a különböző felhasználóktól. Az index.php-t kreálja a plugins és a themes mappába, az is érdekes lehet, hiszen hogyha mondjuk a szerveren be lenne kapcsolva a könyvtárak listázása, akkor mégsem lehetne benézni ezekbe a fájlokba, illetve a könyvtárakba. Szóval csupa-csupa hasznos dolog, érdemes őket bekapcsolva tartani, éppen ezért ez a plugin is olyan, amit szerintem mindenkinek ott kell lenni a telepített pluginjainak listájában. Hetedik tipp, hogy próbáljuk meg a WordPress VP admin mappáját védeni. Ebben van ugye az adminisztrációs felületünk, tehát minél kevesebbek számára érhető el, annál nagyobb biztonságban vagyunk. Azáltal, hogy mondjuk a ügyfélkapuban a tárhely és a könyvtárvédelem rész alatt létrehozunk egy alá egy htaccess-t, gyakorlatilag egy dupla belépést kell ahhoz teljesíteni, hogy valaki hozzáférhessen az adminisztrációs felületünkhöz. Ehhez ugye
WP admin, létre meg kell adni egy felhasználói nevet, még egy jelszót, és létrehoz. Utána létrejött a htaccess file, hogyha frissítünk az admin felületre, akkor már kéri is a jelszót. Ezt megadom, és csak azután lesz elérhető a felület. Nyolcadik tipp, hogy próbáljuk meg az FTP jelszavakat nem elmenteni az FTP kliens programunkban, hiszen rengeteg olyan, hát úgymond feltörés történik, amikor az oldalaknak olyan kód kerül a forrásába, amit igazából nem rakott bele senki, viszont különböző vírusos hivatkozásokat tartalmaznak. Ilyenkor sokan szeretnek szerverfeltörést, illetve tárhelyfeltörést kiáltani, pedig ezeknek a támadásoknak a döntő többsége úgy néz ki, hogy valaki az interneten böngészett, bekapott egy vírust, és ez ellopta az FTP jelszavát, az FTP felhasználói nevét, utána pedig meg kívülről felcsatlakozik a vírusnak a gazdája a tárhelyre, és telespammeli az oldalt ezekkel a hivatkozásokkal. Éppen ezért fontos, hogy ne mentsük el, hiszen akkor nem tudja honnan kiolvasni az FTP jelszavakat. Még biztonságosabb lehet, hogyha SFTP-t, illetve SCP-t használunk, erről ugye az SSH résznél már volt szó, hiszen azok titkosítottan kommunikálnak a szerverrel, mert az adatforgalmunkból sem nyerhető ki semmiféle adat, sem a felhasználói név, sem a jelszó, ami ugye egy ismét nagy biztonsági ugrást jelent. Triviálisnak tűnhet, viszont figyeljünk oda arra, hogy megfelelően bonyolult jelszavakat használjunk. Hál' Istennek van egy jelszóerősségmérő a felhasználók létrehozása résznél, viszont mindenképpen fontos, hogy tartsuk be azokat, amiket mond, tehát legalább 7, mert én inkább azt mondanám, hogy 8-9-10 karakteres jelszót használjunk, amiben vannak kisbetűk, nagybetűk, számok, illetve valamilyen speciális karakter vagy pedig írásjel, hiszen ezzel rendkívül bonyolítjuk azt, hogy valaki megszerezhesse a belépési adatainkat. Hogyha valaki attól fél, hogy nem tudna olyan jelszót megjegyezni, akkor régebben ugye volt LastPass bemutató videó, érdemes lenne azt is megnézni, hiszen akkor nem kell feltétlenül fejben tartanunk minden bonyolult jelszót, viszont mivel nagyon fontos, hogy lehetőleg mindenhol másmilyen is mindenhol bonyolult jelszót használjunk, így fontos, hogy itt is azt megtegyük. Az utolsó fontos tipp, hogy lehetőleg ne lépjünk be soha nyílt hálózatról, illetve nem megbízható hálózatról, tehát mondjuk netkávézóból, egyetemről, vagy csak úgy lopott wifi-ről és hasonlókról a WordPress oldalunkban, hiszen hogyha valaki véletlenül figyeli a kommunikációnkat, akkor ellophatja a belépési adatainkat, pedig ugye nem lesz, nem tesz jót az oldalnak. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha kérdésetek van, akkor jöhet alulra, felülre, jobbra, balra. Lehetőleg arra biztatnék mindenkit, hogyha van bármilyen tippetek, amivel úgy gondoljátok, hogy másoknak segíthettek, akkor írjátok le kommentben. Ez gyakorlatilag közös érdekünk, hogy mindenkinek biztonságos oldala legyen. Köszönöm még egyszer a figyelmet, sziasztok!